templom építést követő évben itt a templom kertjében lett végső helyezve. Az alapállalról nem szóltam, egy két gondolatot. Az alapállalról a régi orvon egy 16 regiszteres hídmagban volt, az újjáépült orvon egy 24 regiszteres, hétmagvállalos, várperállalos, hagyományos mellékos működtetési barokorvonás, sígőnök számolva több mint 1200. Építette Albert Miklós úr, győri otthonépítőmester, építési költsége pedig több mint 20 millió forint volt. Ha rá tetszenek nézni, hogy a hagyományos barokorvona nagy sígjai az éppen helyezkednek el a barokorvonákat, az a kérdés volt a gyülekezet részére, hogy a újonnan elkészült orvány abban látható legyen, hogy próbáljon meg a csapatot oda elhelyezni, és ez ilyen formában szépen meg is lett.